Hatalmas repedések a boltíven, a padok fölötti mennyezetről balesetveszélyes lehult vakolat darabok összegyűjtve egy halomba. Ez a látvány fogadott minket, ugyanis ekkora kárt tett Dunaföldváron a Szent Anna Ferences templomban a horvátországi földrengés utórengése, melyet Magyarországon is több településen észlelták. A Pécsi megyés püspökség jelzése alapján mintegy 15 templom rongálódott meg. Személyi sérülés nem történt, mivel ebben az időszakban Dunaföldváron nem volt mise a plébános COVID betegsége miatt. A károkat akkor észlelték, mikor fertőtleníteni kezdték a templomot. A helyiek által Barátok templomának nevezett épületet most bezárták. A földrengésnek a észlelt hatása volt, hogy a padok fölött két helyen is leestek vakolatdarabok, illetve egy nagy repedés keletkezett a boltívnél, és azért, hogy nehogy esetleg újabb vakolatdarabok essenek hívekre, ezzel be kell zárnunk, és intézkedéseket kellett tennünk ebben a helyzetben abba is, hogy értesítettük a biztosítót, a püspökséget. A Barátok temploma 10 évvel ezelőtt esett át egy nagyobb külső homlokzat és tetőszerkezet felújításon. A 300 éves épületben 1934-ben volt utoljára belső renoválás, ennek lassan már 100 éve. Több hosszanti, valamint vízszintes és függőleges irányú repedések voltak eddig is az épületen, melynek állapota most a földrengés miatt tovább romlott. Mindez kihatással van a templom belső biztonságára. A balesetek megelőzése érdekében Dunaföldváron a templomot bezárták, a szentmiséket az öreg templomban tartják.